egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabb igazi atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobozódva élt. Eltékozolt az ifjúságát, az idejét, a fiatalkorát, a legénységét eltékozolta. Az erejét, amíg erős volt, a jó kedvét eltékozolta. Az egészségét is eltékozolta a fiú. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni, mint ahogy támadni fog itt is éhség Székelyföldön, Magyarországon, az egész világban. És kezdünk szükséget látni, akkor elmenvén hozzán szegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire, disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mit csinált? Mit csinált? Magába szállt. Először magába kellett szálljon. Kellett éhezzen. Kellett szükséget lásson. Kellett betegséget lásson. Kellett nyomorúságot és lelki bántalmakat lásson. Ahhoz, hogy magába szálljon. Különben hol volt ő mostanig? Hát kint volt ő. Kint volt a világban. A dobozódásban, a diszkóban, az anyagi jólétben, az anyagi reménységben, a szép jövő reménységében volt ő. Kint volt, kívül volt, de magába szállt. Az éhség hatására, a szükség hatására, mert a test szenvedése által a lélek látni fog. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mély sok bérese bővölködik kenyérben. Én pedig éhen halok meg. Istennek mély sok bérese, vagy hozzátartozója bővölködik az igazságban. Én pedig éhen halok. Ott vagyok a disznók vájójánál. Még mindig facebookozok, görgetek lefelé, keresem az alját. Még nem értem le az aljára, de kitartóan keresem az alját. Eszem a moslékot. Egy információ balról, egy információ jobbról, egy információ a múltból, egy információ a jövőből, egy információ Amerikából, egy információ az UFO-któl. És éhen halok, mert eszem a moslékot, gyomron felfordult, hát tényleg hasmenést kaptam. Tele van a fejem információval. Már nem tudom, hogy mi az igaz. Már semmiben sem hiszek. Azt sem tudom, hogy hogy hívnak. És éhezek, mert amit eszek, annak nincsen tartalma, nincsen benne vitamin, nincsen benne fehérje, nincsen benne tápérték. Mert a disznók vájójából ettem. Lopva, azt is. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mély sok bérese bővölködik igazi kenyérben, mindennapi kenyérben, mennyei eledelben, mindennapi igazságban bővölködik. Én pedig éhen halok meg. Mint az a lány, aki kiírta Facebookra, hogy ő ma éjszaka meg fog halni, és elment is felkötte magát. A Facebookról egyenesen felment a kötérre. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Engedd, hogy szolgáljak neked. Ébérért, csak adjál nekem egy pici morzsát. A gyermekek asztaláról, adjál egy kicsi morzsát a kutya, nekem a kutyának, mert kutya sorsba kerültem. A hazugság által, amit én bekajáltam a világból, kutya sorsba kerültem, és egy kis igazság morzsával is beérném.
de az igazság asztaláról hújjon le, hogy én azt megehessem. Megtörtem, érzem, hogy meg fogok halni a sok hamis dologtól, a sok féligazságtól, a sok információtól, ami megtöltött a fejemet, érzem, hogy meg fogok halni, de előbb be fogok kerülni a bolondok házába, mert meg fogok zavarodni. Az igazságból csak egy picike morzsa kéne nekem, az igazság asztaláról. És felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Megcsókolgatá őt. Nem érdem szerint. Nem azért, mert megérdemelte, nem érdemelte meg. Az összes pénzét elpalta. Eltékozolta a fiatalságát. Az éveket, az évtizedeket elpalta bele a sírba, a gödörbe, a földbe. Mindent elpazarolt. Hát hogy érdemelte volna meg a csókot? Nem érdemelte meg a csókot. De az atyának megesett rajta a szíve, és odament, és megcsókolgatta őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, a legszebbet, és adjátok fel rá, és húzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. A gyermek, amikor megszületik a csecsemő, a legszebb ruhát, tiszta, finom, puha, fehér pólyát kap, tiszta ruhát kap. A legtisztább ruhát, azt a ruhát soha senki nem viselte. A csecsemő ilyent kap, amikor megszületik itt a földön. Mennyivel inkább Istennél? Mennyivel inkább Istennél? A legszebb ruhát adja, ami meg van szentelve a legdrágább vérrel. Adjátok fel rá, és húzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Hát az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala is, mikor hazajövén közlegetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozál, mi dolog az? Azt pedig mondané ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza, még nem halt meg, még nem volt késő. Amikor Istenhez fordult, még nem volt késő, már kemoterápia volt, folyt bele a méreg az ő ereibe, de még élt, és úgy döntött, hogy visszajön hozzám. És örömmel fogadtam, mert meg volt halva és feltámadt, el volt veszve, és megtaláltatott. Gyertek, ünnepeljünk, mert nem volt késő, még egy néhány lépése volt a feneketlen szakadékig, de ő irányt váltott és megtért, jól döntött. Erre ő megharagúvéki is nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén, kérleli őt. Ő pedig felvén mondatjának, imé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondanék ki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Nekem az jött, hogy mi nem akármilyen tékozdók vagyunk, milyen modern, szuper tékozdók vagyunk,
Elmondom, hogy miért. Azért, mert mi úgy tékozlunk, hogy már találkoztunk az ő megbocsátásával. Találkoztunk az élettel. Mi már találkoztunk azzal, hogy a halál torkából ő mentett meg. Érted-e, hogy mi a különbség közöttem és a tékozló fiú között? Az a különbség, hogy a tékozló fiú, ő egyszer tékozolt, és egyszer hazatér, de többet nem ment el. De mi, a modern világ gyermekei, tékozoltunk, megtaláltattunk, meghaltunk volna, de valaki nem engedte, egy erős kéz nem engedte azt. És miután megmenekültünk, és miután felélettünk, mint a légy tavasszal, felélettünk, megint elmentünk tékozolni. Megint, de duplán, szuper tékozlók vagyunk mi. Kiment meg minket. Mert láttuk az ő dicsőségét, láttuk a csodát, láttuk a gyógyulást, és mindent láttunk. Mint a 10 leprás, mindenki látta, hogy instant módon meggyógyultak. És 9 mégis visszament tékozolni. A 10 közül. Csak egy ment vissza Jézushoz. A világ káprázata elvarázsolt. Egy kis érdekesség a YouTube-on, egy másik érdekesség a Facebookon, egy harmadik a Google-ben, és egy negyedik valahol máshol. Városnapok vannak. És azt az életet, az újat, amit kaptunk, miután meghaltunk, a temetésünk előtt kaptuk vissza az életünket, azt megint visszavisszük. Az érdekes dolgokba. Érdekes dolgokkal foglalkozunk. Én is. De jól laktam már magammal. Érdekes dolgokkal foglalkozok. Mert a világháló tele van érdekességgel. Olyan sok érdekes dolog van. A szemeim már jojóznak. A sok érdekességtől. És utána már nem érzem Istent. Istenem, hol vagy? Lehet hazugság volt. Lehet, hogy beképzeltem Istent. Lehet nem is igaz. Lehet meg sem mentett. Lehet meg sem gyógyított. Lehet meg sem bocsátott. Ezen gondolkodom. Miután megmenekültem, miután feltámadtam, és visszamentem a világba. A tékozló fiú egy szent ember volt, mert nem írja az írás, hogy visszament volna a világba, visszament volna a vájúhoz. De én visszamentem a vájúhoz, miután megláttam az ő országát, az ő dicsőségét, és az asztalt, amit nekem terített, megláttam. Tessék, ez mind a tiéd, neked van terítve. Visszamentem oda, mert hittem a szememnek, hittem a fülemnek. Találtam egy érdekességet a Google-ben. Valamit nem értettem, és a Google-t kérdeztem meg. A Google-t. Hogy mit mond? Mit válaszol? Elfelejtettem, hogy az én atyámnál megvan minden válasz. És a Google-t kérdeztem meg, hogy mi a válasz az én kérdésemre. Ezt magamnak mondtam, nem nektek, magamnak. Az embernek. Magamnak mondtam, a 7 milliárd embernek. Én vagyok a 7 milliárd ember. Az asztal meg van terítve. Ott van. Friss étel van. Amilyent csak kívánsz. Ott van minden. Csak kérned kell. De ehetsz. Ehetek a Google-től is. Mert neki is van egy asztala. Igaz, hogy már most rothad, ami az ő asztalán van, már most rothad, de én arról falatozok. És örvendek, hogy én fedeztem fel. Én találtam meg a Google-ben, nem? De miért örvendek annak, ami halott, ami már most rothad? Az igazi eledel az mindig friss. Az asztalon. Nem kell megdolgozzak, érte? A gyermek nem kell megdolgozzon semmiért. A felnőtt kell megdolgozzon. A megkérgesedett felnőtt, az öregedő, a temető felé rohanó felnőtt kell megdolgozzon. A gyermek ajándékba, az asztal meg van terítve. Gyere, üljél le, és élvezd,
gyere, törjük meg a kenyeret, osszuk el. És örüljünk a friss, finom kenyérnek, ami tálalva van, ajándékban van kínálva számunkra. Az a különbség a két asztal között, az atya asztala között, és hát mondjam azt a Google asztala között, hogy amit a Google kínál, az szemmel látható. De az én szemem romlik. Két év múlva talán már 5 dioptria kell rá, hogy valamit lássak vele. A Google az én romlandó és rothadó szemeimet eteti. A mindenható Isten az én lelki szemeimet eteti, amelyek nem fognak elrothadni. Pál apostol azt mondta, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, amit nem látunk, de mégis valóságosabb számunkra. Tibi, amikor ott a fetrengett a halál küszöbén, fizikailag semmit nem látott. És mégis megmenekült. És mégis volt táplálék. Isten asztaláról számára. És még él. Pedig nem látta és nem is hallotta azt az eletelt.